Ezekben a napokban is nyugodt a légkör Tiszavasváriban, zavartalanul működik a város önkormányzata. Szőke Zoltán polgármester a jelenlegi veszélyhelyzetben egy személyben hozza meg a szükséges döntéseket. Tiszavasváriban jelenleg 120 millió forint értékben zajlanak különböző infrastruktúrális fejlesztések. Ezek kivitelezése azonban minden bizonnyal csúszik majd. A lehetőségeihez mérten Tiszavasvári is felkészült a koronavírus járvány elleni védekezésre. Tudtuk meg a közel 14 ezer lakossal rendelkező város első emberétől. Szőke Zoltán televíziónknak elmondta, az önkormányzat követi a belügyminisztérium által meghatározott rendkívüli jogrend előírásait, így jelenleg nem ülésezik a település képviselőtestülete. A városvezető beszámolt arról, egy személyben ő rendelkezik döntési jogkörrel, ám mint megtudtuk, a meghozott szükségszerű intézkedéseket minden esetben a képviselőtestület és a bizottságok véleményét figyelembe véve lépteti életbe. Az önkormányzat már korábban tájékoztatta a lakosságot arról, hogy látogatási, valamint kijárási tilalom lépett életbe a Tiszavasváriban működő szakosított ellátást nyújtó, valamint gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben. Szőke Zoltán hozzátette, az önkormányzat felelősségének érzi, hogy segítse a település idősebb lakóit, akik magasabb kockázatnak vannak kitéve a járvány időszakban. Ezekben a hetekben minden 65 év feletti lakos kérése elsőbséget élvez. Ők az önkormányzat központi telefonszámán kérhetnek segítséget szükség esetén. A polgármester megkérte az időseket arra, tartsák be a szükséges előírásokat, bevásárlással és a napi ügyek intézésével pedig lehetőség szerint bízzák meg fiatalabb hozzátartozójukat, ismerőseiket, szomszédjukat. Szőke Zoltán a városban uralkodó közhangulat kérdésében úgy fogalmazott, a körülményekhez képest nyugodt a légkör, és a lakosok felmérték a járvány veszélyeit. Mint mondta, hatósági intézkedésre eddig nem volt szükség, csupán egy ételosztás során kellett felszólítani a lakosokat az egymástól való nagyobb távolság betartására. A polgármester elmondta, a város előzetesen az elmúlt évtized legsikeresebb éveként számolt 2020-szal, összesen ugyanis mintegy 120 millió forint értékben kezdődhettek el fejlesztések az elmúlt hónapokban. A jelenlegi nehéz helyzetben ezek kivitelezése, mint a legtöbb település esetében, nehezebben halad, így mint azt megtudtuk, az átadások a vártnál később történhetnek meg. A városvezető kiemelte a találkozások terének megépítését, amely Tiszavasvári központi területén nyújthat majd lehetőséget színvonalas szabadidős, kulturális és sportesemények megrendezésére.